Hogy? Miért mondod, hogy ez van? Ez van vége. Nektek vége egyelőre, igen, de mindezek elmélet, azt hiszem, hogy nincs szégyelni van, hogy ma este is szétjátékra produkáltatok, hogy az mondhatok, hogy nélkül is, hogy úgy gondolom, hogy minden egyre elősítanak, hogy támogatok. Hogy látok belőle? Hát igen, ez volt a terület, hogy ezen a meccsen, ami hát ugye nekünk már nem számított, hogy oda tudunk koncentrálni, feltűnt 16 olyan szintre, egy jó játékot tudunk játszani, hisz az egész turné során sikerült olyan meccseket játszani, percekben jó játékokkal, amikre büszkék lehetünk, amiket elteltünk és onnan arra építhetünk a jövőben. Szerintem ez a legnehezebb, hogy erre a meccsre valahogy feltételjük egymásról. Mégis az utolsó meccs, akkor ne rúgjuk bele minden rajta, amit csináltunk. Ez egy tétem volt számotokra is, mert legalább egy győzelmet szeretett volna szerezni ezen az Európa bajnokságon. Nem jött össze, nem ez volt erős az ember, hogy ma este. Egy nagyon fizikális csapatról mondtam el, hogy minden lefutás, minden ütközés megjeleztük szerintem. Gratulálni tudok nekik, hogy is tovább jutottak. Szerintem úgy dolgozhat, hogy ők is meglepetést a Törökországból meccseken. Szerintem mondom, lepennyelt a fizikális erőket. Ugye jól látod, hogy a megzett két rekordot. Utána mi történik? Nem vagyok a lehetőséget utána. Hát igen, igazán kaptam lehetőséget. Sajnos ilyen a kosárlabda. Nem mindig. Meg úgy álltam bele az egész játékba, hogy a legfontosabb az, hogy megsérüljek be. Ugye mégis az utolsó meccsenéktől jön a csapatunkkal, a klubbal. És mondtam, ami lehetőség van, azt ki tudom használni. Most kaptam egy lehetőséget, ugyanilyen a Flav nem játszott, több lehetőséget kaptam, ezt így kellett tudni. Ugye a csapat azért mérkőzésről egyre jobban lehetett. Ha lett volna még egy meccs, akkor egy győzelem is összejöttek volna, tudom, hogy a sportban nincs ebben. Hát attól függ, kivel játszottak volna. Nem, szerintem, úgy mondtam, hogy olyan perceket, hosszú perceket játszottunk, jó játékokat adtunk, egy csapatjátékot, egy jó passzokkal, jó dobásokkal, és csak ezt kell eltérni. A rossz, amit volt, kikaptunk, meg stb. Az helyén tenni, hibákat tanulni, de a legfontosabb a jó dolgokat jegyezzük meg, és erre épp is. Ezt akár egy összefoglalónak is elhangolsz, hogy az Európa bajnokság végén? Hogy lenne még mit megjegyezni az Európa bajnokságról? Persze, természetesen meg szeretném köszönni a közönségnek, hogy nagy számba eljöttek a meccseinkre, szurkoltak. Tudom, nem könnyű nekik se egy olyan csapatot, mikor látják, hogy elmennek az ellenfél, elmennek nézni, nehéz elkezdni tovább a szurkolás, de ők megtettek mindenkinek, hogy köszönhetnek nekik. Gratulálok a kollégáimnak is, akik egy tartunk majdnem 3 hónapot, nem kis idő. Az edzéstárnak, a masszöröknek, hogy segítettek minket a munkában, és persze a családtagok, a barátaim. Ugye azért kibírták ezt, hogy 3 hónapig elmegyek. Olyankor, amikor egy kosár után ugye a hátadra mutatsz, akkor a családtagjaiknak üzensz olyankor, vagy inkább nem. Másnak? Nem. Az a nevem. Ugye az én nevem az török, pontos óvet, pontok vannak az óvet, ami őt van. Nem vesz, hogy nem semmi, pontos. Ezért mutatsz mindig kétszer hátra. Így van, és meg szeretem. Hát, hogyha valaki ezt megint, de köszönöm szépen, hogy ezt vettétek. Azt kérdezném meg igazából, ha például most a csemecs, ahol tényleg volt egy jó első és egy gyenge második, a végén lett volna a turnéna, akkor például azt meg lehetett volna nyerni. Tehát úgy, hogy meg lehet volna, hogy a 4 meccs rutinja. És a magyar kellene nincs? Nem tudom, mindegy. Úgy érzem, hogy az a meccsen voltatok a legközelebb. Azért kértem. Az a meccsen voltatok talán a legközelebb. És ott volt egy filmszakadás félidőben. És azért kérdem, hogy ha lett a 4 meccs rutinja, akkor is megvan az a filmszakadás? Elmondom azt, hogy mennyi értük volna. Inkább azt mondanám, hogy nem lett volna az a filmszakadás. Nem lett volna egyenlő mérkőzés, fejfej mellett, és akkor az utolsó percetben, aki a hibatabb döntéseket hozza, az nyert volna. De, mint mondtam, el kell felejtsük, hogy az megtörtént, a hibát volt, egy tanulás. Fárasztó volt ez a 3 hónap mindenféleképpen, de igazán volt egy szabadságotok. És kaptok egy kis pihenőt, vagy egyből mély vízbe beleugortok a klubnál? Hát van, akik kapnak, hiszen nem sokat fogok kapni, talán 2 napot, mert ugye nekünk kezdődik a Champions League
kvalifikáció a klubcsapatnál, és hát hiányzott mondani a négyes csúcsra. Megpróbálom ezt a pár napon, hogy fogok a ninjatóban kihasználni pihenéssel, családok, stb. Barátni, de sajnos a példőre nem lesz. Szerinted az erdélyi magyaroknak mit jelentett ez, hogy ti ketten szerepeltetek a román válogatottban? Hát ez személytől függ, hallottam olyat is, hogy miért nem játszol a magyar válogatottban, olyat is, hogy miért pont a románba játszol, stb. Szerintem a többség örül annak, hogy mi itt vagyunk, és örülnek, hogy felvállalkozni a magyarokon, hogy Romániában jönnek. Végül is mindannyian azok vagyunk. Hát igen. Igen. És szerintem örülnék kéne annak, hogy itt is voltunk. A ma esti teljesítményetek alapján kifejezetten. Így van. Gratulálok, Kuti, most ma nagyon belenyúlt, nem tudom, mit tenni. Velem van ezt valamit, pedig semmi különöset nem csinál. De ma neki normál, és ugye fiatal neki, mondtól csak felfelé kellettesen az út, sérülésmentes. Szezonja kell legyen, meg szezonják, és szerintem, ha így folytatja, jó helyre. Hát ameddig ugye az úszos mondta Ervin, addig nem, de amikor jött vissza a csapat, akkor már tudja, hogy a csapat. És nem azért, mert magyarok. Nem, szerintem nem. Tudni lehet, hogy mindenkinek nem volt a csapattalak, és ilyen Kolozsváron. Mindenki megpróbált olyan személyen, akivel mégis a három alatt egy kicsit. Az edzőtesen hátsóltatban a magyarul néha beszéltetek? Néha rátok szólt magyarul? Hát egy pár szót oda. Hogy ne beszéljetek magyarul? Nem, ilyesmi nem. Csapattársaitok hogy viszonyulnak hozzátok, a Lándihoz és hozzá? Jó, nincsen velük semmi gond. Persze vannak viccelődések köztünk, de ez természetes. Én mondtam, három hónapon keresztül nem lehet az, hogy kikerüljük őket, hogy ne vicceljenek velünk, vagy nem tudom micsoda. Belemegyünk ugyanúgy, mi visszamondjuk nekik, és jót nevetünk rajtuk. Ugye a foci kapcsán mindig felmerült, amikor a magyar nemzetiség játszott a román válogatottban, hogy nem fog rendesen játszani, mert az összekéletben gratuláltak a csapatásokat, hogy életek is kapcsolatban. Biztosan, ugye mindenki attól fél, a magyarok jelentek játszani, és nem fog eladni minden, de én szerint akkor szeretek a legjobban, hogyha ismerős emberek ellen játszik. Akkor szeretek a legjobban igen belemenni, persze a többi meccsekrész belemegy, de az mint, hogy egy plusz motiváció lenne, hogy na igen, és akkor gyere. Gyere barátom, vetkőzzünk meg. Hány jó csapatása volt a magyaroknak, akivel játszottál együtt? Ferenc csapat, biztos? Ferenc csapat és Tóth Norbert.